Már keletre is megérkezett az ősz, mostanában gyakran lehet szükségünk esernyőre, esőkabátra, vagy akár még gumicsizmára is. Üdvözlöm a kedves nézőket, az M1-en Fejős Ádám vagyok. Mielőtt tovább megyünk és megnézzük, hogy pontosan hogyan alakul időjárásunk ma és a következő néhány napban, fontos hírem van, ugyanis újabb pályázatot hirdetünk az általános iskolásoknak. Bizonyára egy-két tanuló fejében megfordult már, hogy űrhajós lesz. De vajon mit kutat egy asztronauta? Milyen az élet egy űrállomáson? Mivel egy űrhajós mindig csapatban dolgozik, ezért közösen készített makettekről várunk fotót, vagy egy 10 másodperces videót. A pályamunkákat szeptember 30-ig a képernyő szélén is látható időjárás jelentés kukac.mtva.hu e-mail címre küldjék nekünk. Ami pedig várható időjárásunkat illeti, egy mediterrán ciklon egy pár napig itt törvénylik felettünk, futószalagon érkezik a nedvesebb léghullám, már az lesz a különbség a tegnaphoz képest, hogy kelet felől vastagszik a felhőzet. Igaz, később majd, ma este felé a nyugat-észak-nyugat-dunántúlt is egy újabb, nedvesebb léghullám érheti el, és pont ebben a térségben lesz tartós az északi-észak-nyugati szél, mely legalább erős lesz, de több helyen viharos vagy orkán erejű is lehet széllökések szintjén. A ma várható legerősebb széllökések akár az óránkénti 100 kilométeres sebességet is meghaladhatják. Kezdetben még csak elvétve, aztán később, ahogy említettem is, kelet felől egyre több helyen várható eső, hevesebb záporeső, zivatar, inkább itt az északi, észak-keleti ország részben. A Dunántúl egy kicsit szárazabbnak bizonyul, mint ahogy azt az elmúlt 24 órában tapasztalhattuk, legalábbis napközben, de aztán a késői órákban az északnyugati területeken határozottan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és arrafelé hevesebb zápor, zivatar, tehát akár még a most következő éjszakai vagy hajnali órákban is lehet. A hőmérsékleti csúcsértékek visszaesnek, 10 és 17 fok közötti maximumokra számíthatunk. A hőérzet ennél alacsonyabb lehet, úgyhogy mindenképpen réteges öltözet javallott, különösen a Dunántúlon. Vasárnap és hétfőn is még azért lesznek bőven felhősödések és gyakori csapadék. A szél kitartóan erős lesz tehát a Dunántúl szinte egészén, de továbbra is előfordulhatnak viharos erejű széllökések. Egészen tehát hétfőig bezárólag, kedden, szerdán szelidül majd időjárásunk, egyrészt többet süt a nap, és várhatóan a hőmérséklet is szépen lassan emelkedik. Aki utazott már repülőn, annak ismerős lehet a jetlag kifejezés. A tünetegyüttes az időzónákon való áthaladás következménye, vagyis ha a hosszúsági köröket átlépjük kelet-nyugat vagy nyugat-kelet irányba. 15 fok átlépése számít egy időzónának, ebből 24 van. Háromnál több zónán átutazva már felborulhat a belső óránk, és a külső idő közti egyensúly, ezért alvászavarok, hangulatingadozás, koncentrációvesztés jelentkezhet. Vannak, akiket jobban megterhel a keleti irányú utazás, aminek oka az lehet, hogy kelet felé a belső ritmusunk feltörög, mert rövidül a fázis. Korábban fekszünk a megszokottnál, és korábban kell felkelni. Azonban, ha a nyugati irányba utazunk, a ciklusnak lassulnia kell, tovább maradhatunk ébren, és később kell felkelnünk. A javaslat az, hogy néhány nappal az utazás előtt kezdjük el felkészíteni magunkat az úti cél időzónájához. Ha nyugatra utazunk, a szokásosnál 1-2 órával később menjünk aludni, míg ha keletre, akkor 1-2 órával korábban térjünk nyugovóra. Felhőtlen időtöltést kívánok! Viszontlátásra! Thank you.